A térség egyik nagykálónak pedig a legrégebbi téglaépülete, ez a görögkatolikus templom. Az összeírások szerint az építkezést a közösség saját költségén 1733-ban kezdte meg, a munkálatok pedig 1738-ban fejeződtek be. A hajótól látványban is elkülönül a torony, amelyet 1941-ben statikai okok miatt lebontottak. Az új tornyot 2006-ban építették meg, a mostani rekonstrukció ezt az épületrészt nem érintette. Ebben az évben teljesen megújult ez a templom, hiszen nagykálóiak szeretik a templomukat, és mindig is igyekeztek jó karban tartani, de a hosszú évek során olyan állapotba került a templom, a tetőszerkezet, vagy éppenséggel a falak, de beszélhetnék az alapnak a korábbi állapotáról is, ami mind azt tette szükségessé, hogy itt most egy átfogó, egy teljes körű felújítás következzen be. A templom rekonstrukciója nem csak a helyi közösségnek fontos. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy sokan Mária Pucs felé zarándokolva útba ejtettek bennünket is, a nagykálói templomot, és ugye sok helyen olvasni az ősiségéről ennek a templomnak, és most már büszkén tudjuk megmutatni, hogy milyen szép is ez. Tehát úgy újult meg ez a templom, ez az Isten háza, hogy azok számára is, akik útba ejtenek bennünket, akik vagy Mária Pócs felé, vagy onnan érkezve, ha megnézik ezt a templomot, akkor képet tudjanak alkotni arról, hogy a több mint 400 évvel ezelőtt élő eleink milyen szépet tudtak alkotni. A beruházás része annak az átfogó turisztikai fejlesztés sorozatnak, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területfejlesztési és környezetgazdálkodási ügynökség végez a térségben.